Minden a rendőrök rendezésében zajlott. Fegyvereket és evezőket nem használhattak. Az egyik fél annak örült, hogy megkuttatják őket, a másikok pedig, hogy sikerül gólt adniuk. A sorrendben 6. jótékonysági labdarúgó mérkőzés a valódi focisták mérkőzése előzte meg. A KFC előkészületi csapatának tagjai a röplabdásokkal találkoztak a pályán. A találkozót, az egyes csapatok erősségeit szemléletesen bemutatva az est házigazdája József Procskó rajtolta el. A műsorvezető csíntevéséből a gyermekosztály főorvosa sem maradhatott ki. A jótékonysági rendezvény bevételét ugyanis éppen nekik adományozták. A magas hálóhoz szokott röplabdásoknak volt mit csinálniuk. Hiába, a fiatal ellenfél most is megmutatta magát. A nagy mérkőzés előtt még a komáromi ABC Kár karatéklub tagjai is bemutatkoztak. A Sió ügyet támogató nézőknek valóban volt mit nézniük. Ezután az est két sztárcsapata lépett a pályára, a komáromi rendőrök és a kajakkenu klub. Ezelőbbiek csupán törvényes keretek között használhatták az egyes fogásokat, utóbbiak pedig kitűnő erőllétüket és a sportszívüket. A szünetben, amíg pihentek egy kicsit, a komora tánc együttes szórakoztatta a közönséget. Eleinte rendőrök vezettek, technikusok, kerületiek, bűnögisek, ám aztán bizony az ő hálójukba is bekerült a labda. A végeredmény azonban mind a két félnek kedvezett. A rendőrök és a kajakosok összecsapása az idén ugyanis 5-5-re végződött. Az infúziópumpa megvásárlására 1000 euró jött össze. Van egy kis szponzori támogatásunk, ezt a pénzt hozzátesszük, és így megvehetjük az új infúziópumpát. Komoly, súlyos esetekben használjuk folyadék és gyógyszerek pontos adagolására. Nagyon jó dolog ez, vannak tapasztalataink, hiszen ez már a 6. évfolyam. Köszönet Ladislav Demácsek rendőrbarátomnak, aki megújította ezt a hagyományt. Legutóbb 2011-ben rendezték meg, és remélem folytatódni fog. Rá kell reszélnünk a feletteseket, hogy bocsássanak rendelkezésünkre nagyobb erőket, azaz több kollégát, hogy itt lehessünk. Ilyen komoly honoráriumot még sosem kaptam. Kolbász! Mi mást kívánhatnék még?